Na itt van két pollen Az egyik ugye az láthatóan új, a másik meg az hát olyan, amilyen. Itt van egy mérleg. Kíváncsiságból csak, hogy lássuk, hogy eh, mi a különbség. Ez ugye közel 150 g, az új, a tiszta. És akkor lássuk ezt. Ez 330 most képzeljétek el, hogy mennyi szennyeződés fel tud halmozódni. Több mint kétszer annyi a súlya ennek, mint az újnak. 180 g mizéria, 180 g retik van felgyülve. Abba a szűrőbe, amin keresztül a ventilátor bejuttatja a levegőt az autóba, ahol ti a szívjátok, akár egész nap egy hosszabb utazás alkalmával. Tehát nagyon sokan elfelejtik, hogy pollen is cserélni kellene, abban nem gondolnak bele, hogy egész nap, vagy mindegy órákon keresztül, de van, amikor egész nap ezt a levegőt szívod, ami ezen keresztül jut be az autóba. Én például, még kaminoztam, én mindig megnéztem, hogy a kamionban milyen állapotú a pollen szűrő, és hogyha úgy láttam, hogy ákoszolódott, vagy azt, azt nem tudhatod, hogy az mikor volt cserélve, stb. De azért, az, hogyha megvizsgáljuk, az látszik, hogy a színéről, stb mindig kértem, hogy a polenszűrőt az cseréljék ki. Tehát főleg az, aki, aki sokat vezet, sokat, uh, uh, sok időt tölt el a fülkébe, sok időt tölt el az autóba. Nem mindegy, hogy milyen levegőt szívsz, ugye? Tehát a nyáron uh, azért vannak, felhúzza az ablakok, mert megy a klíma, télen meg azért, mert megy a fűtés. És uh, amikor egy ilyen polenszűrőn keresztül jön az a levegő be, amit egész nap szívsz, vagy mondom, hogyha két-három órás utazásról van szó is, de hogyha egy hosszabb útra mész száll, akkor egész nap ezt a levegőt szívod, ez egyáltalán nem mindegy. Úgyhogy a pollenszűrőt se felejtsétek el soha kicserélni.